Innen a Derecskei utcától folytatódik idén áprilisban és májusban az előregedett vízvezetékek cseréje. Tavaly 680 méter hosszan fektettek le új vezetéket a Papszigeti úttól a Derecskei utcáig. Idén 100 méteren váltják ki újakkal az 1960-as években elhelyezett régi acélcsöveket. A munka első üteme a Papszigeti út elején található aknánál kezdődik majd. Az autósok és a kerékpárosok forgalomkorlátozásokra számíthatnak. Az ivóvíz hálózat cseréje után új aszfaltburkolatot kap az érintett terület. A munkát várhatóan május végére fejezik be. Az első ütemben a biciklisek tulajdonképpen a Dunakanyar sétány tudják használni. A Sellő utcánál fognak tudni fölmenni a Papszigeti utcába, és a Papszigeti utcából a Derecske utcán keresztül sajnos a 11-es útra kell terelnünk a, a biciklis forgalmat. Ez körülbelül olyan ö, három hetet fog igénybe venni amikor elkészül a Papszigeti utcánál az a 15-20 méteres vezetéképítés, illetve itt a Derecske utcától egészen az északi irányban, akkor pedig a Dunakanyar sétánynak a teljes bicikli útját aszfaltozni fogjuk, egy teljes helyreállítás fog bekövetkezni, akkor a biciklisek csak a Papszigeti utcán keresztül tudnak közlekedni biciklivel. A Dunaparton élők közül van, aki örül az ivóvíz hálózat cseréjének. Márkus Gyula 25 éve akik itt. Azt mondja, többször volt már a környéken csőtörés. Az ivóvíz vezeték saját telkén is keresztül megy. Amit én látok új csővezetéket lefektetni, ez egy szélesebb, azaz, hogy nagyobb átmérőjű, és egy modern technológiával épített rendszer. Én örülök neki már csak azért is, mert legrégibb lakó vagyok itt a, 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 itt a környéken, és átéltem sok ilyen csőtörés, saját kertemben belül is. Tehát nem játék ennek a beruházásnak a az időpontja, ezt mindenhogyan véghez kell vinni. A beruházás Európai Uniós forrásból valósul meg. Az állami tulajdonban lévő DMRV ZRT 20 településen 17 milliárd forint uniós támogatást fordít vízközműveinek fejlesztésére és a biztonságos ivóvízellátásra. Ennek része a Szentendrei fejlesztés is. A beruházás területén csökkennek a vízveszteségek és javulnak a hidraulikai viszonyok. A Duna jobb és bal partján található 20 település ivóvízrendszereinek fejlesztése tavaly márciusban kezdődött, és a tervek szerint 2024 őszín fejeződik be.